Első alkalommal ülésezett a nyíregyházi diákparlament a Városházán. A fiatalság célja, hogy közvetlenül egymás között megfogalmazzák azokat a javaslataikat, amelyekkel jobbá és aktívabbá tehetik a helyi ifjúságot. Szeretnénk további új programokat csinálni. Ez pont arra lesz jó, hogy meglátjuk, hogy a diákok miket szeretnének itt Nyíregyházán, mi az, amire szívesen elmennének, és olyan különböző témákban mondhatják el a véleményüket, mint underground, ezek a deszkások, vagy különböző érdekképviseletek, diákönkormányzat, kultúra és programok, meg ehhez hasonló témákban. A diákparlamentnek körülbelül 90 tagja van, ők 8. osztályos, illetve középiskolás tanulók. Nyíregyházának fontos, hogy megértsék és segítsék a következő generáció céljait, közölte Úrik Attila alpolgármester, ezért az ülés végén előterjesztett javaslatokat továbbítják majd a helyi ifjúsági szervezetek felé. Van már ifjúsági koncepciónk, van ifjúsági tanácsunk, amit felnőttek írtak különböző tanulmányokon, felméréseken alapulva, de mindig ott van valahol az igazság, hogy az élet és az életnek a szaga és a tényleges dolgok, amelyek a diákokat érdeklik, illetve ezek között a teoretikus művek között milyen kapcsolat van. Éppen azért örülünk neki, hogy nagyon sok témában van most egy ilyen Nyíregyházán, és reméljük jövőre is lesz. A kormány 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján szeretnék felülvizsgálni, hangsúlyozta Széles Csongor Nyíregyházán. A program átfogó módon közelíti a fiatalok életét, a korai 14 évestől a kitolódott 35 éves korig. A kutatások alapján kiderül, 2004 óta 10%-kal nőtt a fiatal munkavállalók aránya, és 5%-kal csökkent körükben a munkanélküliség. Így ez az Európai Uniós 30%-os átlag alatt van, mindössze 11,9%. Olaszországban például 40, Görögországban 44, Lengyelországban pedig 18%, tette hozzá az EMMI szakembere. Ha az adatokra támaszkodunk, már pedig a számok mindig árulkodnak és nagyon fontosak, akkor azt látjuk, hogy jelenleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor azt látjuk, hogy a számok arról beszélnek, hogy ennyire alacsony nem volt még a munkanélküliség. Az bizonyítja, hogy jó irányba haladunk. Az ifjúságkutatás eredményei is arról tanúskodnak, hogy a fiatalok magukról egy olyan képet alakítottak, és az ő véleményük alapján el tudjuk mondani, hogy alapvetően nagyon pozitív irányba történt az elmozdulás. Ezekből a felmérésekből kiderül, hogy a fiatalok pozitívan állnak a családalapítás kérdéséhez, és a többségük szeret Magyarországon élni. Az EMMI ezeket az adatokat 4000 fiatal megkérdezésével kapta.